Nagyon szépen köszönöm. Látjátok a képemet? Igen. Látunk, hallunk. Köszönöm szépen. Jó. Mielőtt belecsapnánk itt a dolgok közepébe, hadd mondjam el, hogy én mentési megoldásokkal foglalkoztam egy nagy gyártónál, most ugye ez egy reklámmentes előadás próbál lenni, amennyire csak tőlem telik, megígérem, hogy a lehető legjobban próbálom képviselni ezt a semleges álláspontot. Talán ezért is van az, hogy eléggé paranoid vagyok. Én a családi fotókat és videókat, azokat összesen 5 példányban tárolom. Ebből 2 az külső diszken van, mert már egyszer nem férne el a gépen. 3 példány viszont az AWS-ben, ez is reklám, elnézést. Tehát felhőben tárolom, ahol 3 példányban van elmentve a dolog. Mégsem érzem mindig biztonságban magamat, egyszer-kétszer elpukkant már az egyik vinyó, úgyhogy emiatt úgy érzem, hogy néha még ebbe ez sem teljesen elég, de ez már talán túlzás is. No, csak azért, mert ugye Tibor említette ezt, hogy kis és mikrovállalkozások számára ugye felhőben is elérhető a szalagos megoldás, hát nem csak a mikrovállalkozásoknak, hanem akár home kategóriában is, otthoni felhasználásra is van erre lehetőség. No, de most itt nem is a költség hatékonyságáról próbálok szót ejteni, hanem ugye itt az energia hatékonyságáról. De még mielőtt belemennénk ebbe a történetbe, hadd mutassam meg azt, amit a Tibor már elkezdett pedzegetni, mégpedig, hogy ugye a szalagot már nagyon sokan temették. Hála Istennek azóta is nagyon jól érzi magát, elnézést, tehát úgy néz ki, hogy az a mondás, hogy akit hamar temetnek, az sokáig fog élni, ez a szalag esetében vissza tud köszönni. Látjuk, hogy 2006-ban már hivatalosan is leírták a szalagos tárolási megoldásokat, legyen ez ugye mentés, vagy pedig aktív adat, majd erről ugye a későbbiekben beszélünk. És aztán utána ugyanez a gyártó, akit nem nevezünk nevén, de itt látjuk ugye a szlájdon, hogy ki volt az, aki ezt elkövette, az exkuzálta magát, és mégiscsak látja a helyét, ugye bejött az Azura képbe, és most már ő is el tudja képzelni, hogy nagy mennyiségben, szalagon olyan mennyiségű adatot tudunk tárolni, ami korábban elképzelhetetlen volt. Hogy mi az elképzelhetetlen, arra mutatnék is gyorsan egy példát, ugyanis volt szerencsém tavaly betekintést nyerni ennek a slideshow-nak a keretében a szalagos megoldások fejlesztésébe. Beszéltünk ugye, Tibor ezt nagyon jól előadta nekünk, mind a költséghatékonyságát, mind pedig a skálázhatóságát, hiszen ahogy ő említette is, gyakorlatilag a szalagnak a regsűrűsége az szintén veri a diszkes megoldásokat. Tehát amikor nagyon nagy adat mennyiséget kell relatíve limitált helyen eltárolni, és láttunk már ugye olyan géptermet, amelyik nem volt nagyobb, mint egy spájz, ilyen esetekben azért a compute-nak a sűrűsége, illetve a tárolásnak a sűrűsége, most nyilván egy ilyen kis helységben nem fognak szalagos tárolót betenni, bár egyébként léteznek ugye akár egy unitos, három unitos, tehát kisebb tépes megoldások is. De ez az, amelyik ugye tipikusan egy ilyen nagy szolgáltatói felhős vonatkozásban már nyilván fontos tényező, ennek a skálázhatósága, illetve hát ugye a biztonság. És akkor itt nem győzzük elégszer hangsúlyozni mindezeknek az előbb említett RGAP, immutability és a többi dolgoknak a hangsúlyosságát, hiszen ezek a ransomware támadások, amikre ugye korábban egy 5 évvel ezelőtt ugye irodalmi tudásunk volt, azok most már a mindennapjaink részét képezik, sajnos. 4 gyermekem van, ezek közül 3 jegyeit az Ekrétában követem, mely is egyébként munkahelyem mellett lévő épületben tartózkodik, és hát ugye hallottuk, hogy mostanában történtek körülöttük is dolgok, bár itt ugye nem egy klasszikus zsarolóvírus támadás történt, aminél például egy ilyen szalagos tárolás, vagy ne menjünk nagyon messzire, sokan felhőbe menekítették a teljes adatvagyonukat az ukrajnai háború elindulásakor, és nagyon sokan voltak,
akik egy kofferbe bepakoltak teljes backup szeteket, és azt vitték Ukrajnán kívülre, ugye Nyugat-Európába, és gyakorlatilag teljes visszaállítást tudtak 2-3 napos kiesést követően produkálni, és felállították az informatikájukat mondjuk egy boldogabb nyugat-európai országban. Amit itt most ezen a képen látunk, az egy nagyon érdekes, és ennek az előadásnak, amit végighallgattam, gyakorlatilag egy ilyen, az én szememben Nobel-díj várományos úriember előadásában, ez volt az egyik legkiemelkedőbb képe. Itt látjuk azt, kékkel jelölik azokat a merevlemezes, ugye kísérleti, tehát ilyen demo jellegű projekteket, melyeknek során bemutatták, hogy milyen tároló kapacitások érhetőek el hagyományos merevlemez technológiában, illetve mi volt az, amelyik aztán piacra is került. És látszik, hogy itt valamikor ugye 2000-es éveket megelőzően volt az a hatalmas boom, amit némiképpen csalással követtek el ugye a merevlemez gyártók, hiszen nem azt csinálták, hogy tovább növelték az adatsűrűséget a lemez felületén, hanem ugye beraktak egy tengelyre további lemezeket, és ezzel sikerült ugye nagy kapacitású HDD-ket elérniük, vagy gyártaniuk. Ugye ez volt az a nagy felfutása a disknek, amelynek a vége felé volt az, amikor már gyakorlatilag temették is a tépet. Majd ezután jött ez a megtorpanás. És azt látjuk, hogy a mostani technológia az elérte azt a plafont, aminél még lehet a technológiát csiszolgatni, de itt igazából már olyan jellegű technológiai ugrásra lenne szükség, és vannak ilyen jellegű kísérletek, ezek ugye a hő kibocsátásos, tehát ez a HAMR, illetve a mikrohullámú MAMR technológiák, amikkel már egyébként 19 óta kísérlet, sőt 19-re ígérték az első gyakorlati megvalósítását, azóta sem láttuk ezeket a gyakorlatban, tehát nem annyira egyszerű, pláne költséghatékony módon ezeket a technológiákat kivitelezni. Például csak belekapok a dologba, mert időnk véges, tehát például ugye az a hőemissziós technológia, amelyik egyszerre alkalmazza az elektromágnesességet, illetve a lézeres melegítést a disknek a felületén, az hát messze áll attól, hogy költséghatékony legyen. Ennek nagyon prózai okai vannak, ugye egyszerre kellene, vagy hát nem egyszerre, de ugyanabba a pozícióba kellene eltalálni a lézerrel, mint amit mágnesezni szeretnénk. És itt azért eléggé precíz technológiákról, eléggé finom kiképzést kell megvalósítani, ami nem biztos, hogy működni fog ez költséghatékony módon belátható időn belül. Ezzel szemben viszont a tép technológia, ahogy a Tibor is említette, töretlenül halad előre. A bácsi, aki ezt nekünk elővezette, ő úgy beszélt a 2029-re várhatóan elérhető szalagos tárolási megoldásokról, mint hogyha felnyúlna a polcra, és így levenné őket onnan. Tehát így nagyon konkrétan látják azokat, tehát az LTO, a Tibor által említette, bocsánat, LTO termékcsaládon belül nagyon szépen ki vannak jelölve azok a várható céldátumok. Itt azért ez nem azt jelenti, hogy már megvan a fiókban mindez, de nagyon jól látják azt, hogy szorgosan haladva előre a munka frontján. Mikor is lesz az, amikor az újabb LTO variánsokat, illetve a következő generációs tépeket ki fogják tudni adni. Ez nem biztos, hogy 2029-ben. Azzal a bit sűrűséggel az LTO technológia lesz, de minden esetre aspirál rá ő is. A számos gyártónak vannak azért saját fejlesztései, ugye az IBM-nek, amelyik éllovasa ennek a fejlesztésnek, akit egyébként majd a későbbiekben emlegetni fogok, már csak azért, mert ugye az a szabvány, amiről majd beszélek, az IBM nevéhez kötődik, de konkrétan a bácsinak a kezében már ott volt egy olyan szalagos média, amelyik tudja ezt a 317 gigabit per négyzetincses tárolási képességet, és hogy tudjuk ezt értékelni, van egy nagyon jó kis
ábra, ha tovább tudok menni, tovább tudok lapozni, így van. Hogy ez most mit jelent? A Tibor által emlegetett, és igazából a jelen való helyzetben, ugye itt az LTO 8-as szalagokról beszélünk, annak van most realitása, igazából most már a második fél éve kezdenek tényleg megjelengetni az LTO 9-es drive-okra vonatkozó igények, és most kezd igazából ár kategóriában is leszállni az elérhető szintre. De még azért mindig drágább, tehát ahogy a Tibor is említette, még mindig költség hatékonyabb egy LTO 8-as tárolás, mint az LTO 9. És ez az ábra nagyjából azt akarja bemutatni, hogy egy bitnek a tárolása, az fizikailag magán az adathordozónak, legyen az ugye lemezes, vagy ugye non-flashes technológia, vagy pedig szalagos technológia, mekkora a fizikai hely igénye. Itt láttunk egy ilyen bit csík szélességet. És az az a média technológia, amiről az előbb beszéltem, az a 317 gigabit per inch, négyzetincses tárolás, ami ezen a Strontium Ferrit adathordozó megvalósítható, amit nagyjából 2029-re prognosztizálnak most jelenleg, az még mindig nem meríti ki a lehetőségek teljes tárházát, hiszen itt látjuk, hogy gyakorlatilag az a bit szélesség még mindig nagyobb, mint ami jelen pillanatban ugye a HDD-k esetében rendelkezésre áll. Elnézést. Tehát itt valószínűleg egy 10 éves kifutása, a fejlesztésekben 10 éves kifutása még mindig látszik a szalagos tárolásnak. Ez arra próbál biztatni mindenkit, tehát hogy ne gondolkodjunk úgy, hogy ez a szalagos tárolás ez valamilyen teljesen zsákutca, és hogyha én most beruháznék egy független gyártótól egy LTO 9-es szalagos meghajtóba, akkor innentől kezdve 3 év múlva jó eséllyel dobhatom ki az egészet a fenébe. Nem. Még nagyon sok generáció bejelentése várható ezeken a tároló megoldásokon belül. Csak iszom egy kortyot. Tehát legalább 10 évet jósolnak neki, és nyilván ugye 10 éven túl meg már nem látnak a mostani fejlesztők sem. Elnézést. No. Említettem ugye azt a dilemmát, ahol most tart jelen pillanatban a diszkes tárolás. Ugye eljutottak arra a végső pontra, amit ugye ez a magnetic media trilemma okoz. Tehát minél kisebb mágnesezhető egységen próbálunk adatot tárolni, annál inkább problémát okoz ugye az egésznek az általa kibocsájtott, tehát a mágnesezés közben kibocsájtott hő, és a környező, ugye a médiának további részére való kihatása. Tehát, hogyha ugye ezt tudjuk, hogy egy mágneses adathordozót extrém magas vagy extrém alacsony hőmérsékleten helyezünk el, akkor ugye az elveszíti a mágnesezettségét. Viszont ugye itt egyensúlyoznunk kell továbbá az írás kapcsán is, ugye látni fogjuk azt, hogy az író fejnek a szélessége az jóval nagyobb, mint ugye a visszaolvasó fejnek a csíkszélessége, hiszen ugye van egyfajta lötyögés, amin belül azért az olvasásnak mindig, ha lehetséges, akkor ennek a sávnak a közepét kellene eltalálnia, és ezért itt az írhatósággal is, tehát lehet kisebb egységekre bontani a mágnesezhető felületet, de innentől kezdve ugye az író fejet is le kell annyira zsugorítani, ami szintén limitációkat okoz. Jó, nem nagyon akarok ezzel többet időzni. Ugye amiben látják a jövőt az atomtudósok, és itt nem is nagyon kell idézőjelekben beszélni, az a strontium ferrit adathordozók, ugye a mostani csúcs technológiát képviselő bárium-ferrites adathordozókkal szemben, amelyik felületileg egy nagyjából, azt látjuk, hogy hát közel fele, kicsit több, mint a fele méretű, ugye mágnesezhető részeket, ilyen kis granulátumokat jelent. Nem is ezeknek az ilyen
tehát partikölöknek a mérete, ami megágyaz a stronciumferrit adathordozóknak, hanem az, hogy ezeknek a rendezettsége, és itt látjuk ezen az elektronmikroszkópos képen, hogy gyakorlatilag a báriumferrit adathordozókkal szemben, amik eléggé rendezetlenül helyezkednek el a szalagos médiának a felületén, a stronciumferritnek van egy olyan jó tulajdonsága, hogy sokkal kiegyensúlyozottabban helyezkedik el, ezáltal a mágnesezhetősége is jobb. Maguk egyébként az, hogy most ez a technológia, mint a stronciumferrit, ez megvan, kitalálták, és nagyon ígéretesnek tűnik, ugye akkor nem is értjük, hogy tulajdonképpen miért nem használjuk már ezt most. Hát azért nem kezdték el még használatba venni, ugyanis nagyon sok járulékos következménye van annak, hogy nekiállunk kicsinyíteni. Az egyik dolog az, hogy ugye egy nagyon biztos hordozó rétegre kell ezt ráültetni, aminek viszont kellően vékonynak kellene lennie. De hát, hogyha vékony, akkor itt az erősségével, tartóságával vannak azért bajok. Arról nem is beszélve, hogy a rajta keletkező hőt, azt megpróbáljuk ugye az alsóbb rétegeken keresztül is kiegyenlíteni, elvezetni, hogy ne egy helyre koncentrálódjon. Tehát nagy tudomány van nem csak magában a mágnesezhető felületben is, hanem magában az egész szalagban is. Nagyon érdekes projektekről hallottam, nem mennék bele a részletekbe, amikor egy szalagos adathordozó, aminek mondjuk egy minőségi kiadása esetén 20 éves visszaolvashatóságot garantál egy nevesebb gyártó, azonban előfordult már olyan is, hogy 25, sőt 30 éves adathordozókat elnézést kellett volna visszaolvasni, aminél ugye az első dolog az az, hogyha megpróbálják csévélni, akkor ez a hordozó réteg gyakorlatilag törik, tehát abban a pillanatban esik szét ugye a műanyag zacskóknál tapasztalt méretű darabokra. És itt például egy olyan trükköt alkalmaztak, amit nem szabad csinálni, és már említettem is, adathordozóval soha, betették a sütőbe. És összesütötték ezt a réteget, ezt az adat hordozó réteget, ezt a műanyag filmet, hogy egyáltalán képesek legyenek átcsévélni a szalagot. Ez már ilyen 30 plusz éves szalag volt egyébként. Majd utána egy szuperérzékeny fejjel olvasták vissza a már így csökkent mágneses jel tartományjal rendelkező ugye mágnesezett részeket. No, de hát ezek azért, hogy is mondjam, nagyon extrém példák, és azért senki nem szeretne szemmel jól látható mennyiségű pénzt adhagyni egy ilyen jellegű adatmentésért. Tehát mondjuk érdemes egy LTO esetében mondjuk egy két generációval korábbi szalagot, ahogy Tibor is említette, visszaolvasva átmigrálni a rajta lévő adatokat egy korszerűbb, mondjuk LTO 7-ről LTO 9-es médiára. Elnézést kérek. No, a másik, ami nagy tudomány azon túl, és ezt már kezdtem is pedzegetni, azon túl, hogy most már akkor van egy komplett adathordozónk, megfelelő vastagságú szalaggal, az maga az olvasó fej. Erre majd a következő szlájdban térnék ki. Illetve Tibor említette, hogy nagyon kicsi a hiba lehetősége egy minőségi szalag esetében, ennek azért vannak okai. Tehát amikor ezt a jövőben mutató technológiát, amikor ezen gondolkodnak, akkor nagyon-nagyon komoly paritás és egyéb kóder-dekóder jellegű algoritmusokkal próbálják a szalagos tárolásunkat védeni. Le volt írva, hogy mi az elméleti hiba lehetősége egy ilyen szalag esetében, hát én annyit jelzem, hogy nagyon kicsi. És érdekes, hogy kvázi tanuló algoritmussal működik a történet, tehát ha ne adj Isten az első és második dekóder esetében, mondjuk a második lépcsőnél jutunk arra a következtetésre, hogy az lehet, hogy mégse úgy volt, lehet, hogy nem is azt a valamelyik bit a kiolvasott blokkból mégsem nulla, hanem egyes, akkor ezzel a logikával gyakorlatilag vissza tudunk következtetni, melyik volt az, amelyik leginkább billegett a visszaolvasáskor, és akkor megpróbáljuk úgy kijavítani azt a hibát, hogy utána nyilván ugye a dekódereken visszafuttatva, ha az az eredmény jön ki, hogy
minden stimmel, tehát hogy most már paritás szintjén elfogadható a visszaolvasott adat, akkor gyakorlatilag ezzel is tovább csökken a hiba lehetősége, és már tényleg majd, hogy nem mesterséges intelligencia szintekről beszélünk, ami egy ilyenben bele van. Nyilván azért sokkal egyszerűbb, mint azok a mesterséges intelligenciák, amik mondjuk a humán intelligenciát próbálják pótolni, de ezek is eléggé vájtfülű technológiák, hogy úgy mondjam. No, említettem ezt a... bocsássatok meg. Ugye a fejeknek a pozícionálását, és szintén űrtechnológia, nem mondok nagy szavakat ezzel, űrtechnológia van abban, hogy hiszen ugye az olvasásnál ugye minél kisebb adat, tehát minél kisebb fizikai biteket akarunk írni, ezt ugye messziről nehéz megcsinálni, tehát közelebb kell tenni az olvasó fejet, szinte rá kell nyomni magára a szalagra, és úgy kell pozícionálni, hogy oldal irányba sem mozduljon el a média. És itt ilyen nem hogy nanométerekről beszélünk, hanem tehát nem csak ilyen 1000 nanométeres nagyságrendel beszélünk, hanem az előbb bemutatott, ugye 2029-re várható szalagos médiák esetében már, ha jól emlékszem, akkor 29 nanométeres olvashatósági tartományt jelöltek ki. Ez nyilván ugye azt jelenti, hogy igen, közel kell tenni, tehát konkrétan folyamatosan dörzsölni fogja magát a fejet a média, illetve a fej magát a médiát. Ezért maguknak a fejeknek is olyan kialakításúaknak kell lenni, hogy minél könnyebben sikolhasson, jó, van ilyen szó? Mindegy. Rajta a szalagos média. Ezen túl kidolgoztak egy még jobb, szintén szervó alapú működési módot ehhez a várható szalagos tárolási eljáráshoz, legyen az LTO vagy nem LTO technológia, ami egy 36 fokos szögtartományt vagy szöget jelöl ki a szervó fej számára, és nagyjából így képzelhetjük el a szalagon az adattárolásnak a módját. Most elegánsan nem menjünk bele abba, hogy itt a képen azért a 4, az 5 és a 3 sáv így keveredik, vagy a 3 osztatú tárolás az keveredik egy adott sávon belül, mindegy is. És ezek a dolgok, ezek már most, ja, itt látunk egy ilyen fejet például, de ezek gyakorlatilag laboratórium körülmények között, tehát láttuk itt, hogy ilyen demók vannak, ezek már létező technológiák. Nyilván még dolgozni kell ezeknek a tartóságán, megbízhatóságán, hogy ipari méretekbe, tehát számunkra kézzelfogható valósággá alakítsák át. Ezen tényleg komoly munka folyik, de nagyon bizakodóak, és ahogyan sikerült is nekik ezeket piacra vinniük a korábbi szalagos tárolások esetében, itt is nagyon jó esély kínálkozik arra, hogy azt a menetrendet, amit ők kijelöltek, vagy bevállaltak, a főnökei kijelöltek, ők pedig bevállalták, azt valószínűleg tartani is fogják tudni. Például itt ennek az úriembernek látszik ez a kísérleti műhelye, ahol gyakorlatoznak ezekkel a kísérleti eszközökkel. És ezzel a 317 gigabit per incses tárolási módszerrel gyakorlatilag egy olyan kazetta, amit a Tibor mutatott az előbb, az elérhetővé teszi, kézzelfogható távolságra tudja hozni, akár az 580-t közelítsünk durván, 600 terabájtos per tároló média kapacitást is, tömörítetlenül természetesen. Ami visszavezet minket ahhoz az eredeti gondolathoz, hogy ezek a szolgáltatók által, vagy pedig ugye a saját adatközpontunkban, olyan volumenben, olyan mennyiségben tudunk majd adatokat tárolni, ami elképzelhetetlen volt korábban. Tehát ilyen tényleg ilyen sci-fi szinten gondolkodhattunk rajta. Ez most már gyakorlatilag belátható időn belül valósággá válhat. Tehát látjuk azt, és igazából ennek az előadás résznek tulajdonképpen az volt a lényeg, hogy felvezesse azt,
hogy mit is tudunk, hiszen ugye ez ilyen delta jellegű jövőben mutatás volt. De ami már az LTO 5-ös technológia óta létezik, ez az IBM-nek, bocsánat, most itt ki kellett mondanom a gyártónak a nevét, de tényleg ő volt az, amelyik itt bedobta a köztudatba ezt az LTFS egyébként nyitott szabványt, és mindenki számára elérhetővé tette. És gyakorlatilag mire is jó ez a Linear Tape File System szabvány? Ahhoz, hogy korábban szalagos adathordozóra mi érvényes adatokat tudjunk kiírni, az kellett, hogy legyen valamilyen olyan alkalmazás a háttérben, amelyik a szalagos tárolást elvégzi, illetve amelyik az adatokat onnan vissza tudja nyerni, vissza tudja olvasni. Minden egyes mentő megoldásnak, amelyik szalagos tárolást alkalmaz, különféle eljárása, megoldása volt arra, hogy ő hogyan tárol szalagon adatokat. Interleaved, non-interleaved, self-descriptor, non-self-descriptor jellegű technológiák, tehát ugye külön adatbázisban voltak eltárolva az adatok, de egy a lényeg, bárki, hogyha hozzáfért és nem rendelkezett ezzel a visszaolvasást biztosító szoftverrel, akkor a hajára kelhette ezeket a médiákat, tehát innentől kezdve az semmire nem volt jó. És az IBM az LTO 5-től kezdve vezette be azt, hogy gyakorlatilag egy olyan file systemet, egy gyártósemleges file rendszert tett mindenki számára elérhetővé, amelynek segítségével úgy tudjuk felmountolni ezeket a szalagos médiákat, mintha egy USB drive-ot látnánk. Tehát ez egy ilyen eltávolítható médiummá vált. Ennek a single drive edition-jét gyakorlatilag tényleg úgy látjuk, úgy lehet kezelni, mint egy ilyen USB kulcsot. Hogy is működik ez az egész dolog? Ugye nyilván kell egy olyan fajta partíció, ahol ugye az adatokra vonatkozó index vagy leíró állományok azok elérhetőek. Itt gyakorlatilag egy sávot allokáltak erre a feladatra, van egy ilyen index partíció. És mivel ugye Tibor is említette, a szalag az alapvetően ugye szekvenciális média természetéből adódóan, így innentől kezdve gyakorlatilag ez párhuzamosan futhat az adataimmal, és ezt a sávot visszaolvasva tudom az adataimat elérni, illetve az adataimról információkat gyűjteni. Jó, hát nagyjából ennyit erről. Ez egy egyszerű Windows-os operációs rendszer esetében, egy elég konkrét megvalósításnál ez így néz ki, és ez egyébként ingyenesen elérhető is. Nyilván vásárolható, tehát ugyanúgy, mint mondjuk a Linux esetében, gyártók biztosíthatnak erre szaportot, és akkor gyakorlatilag a tape library-ben lévő médiákat úgy tudom elérni, mintha könyvtárak lennének, és tudok rájuk adatokat, elnézést, adatokat migrálni. Ez nyilván nem fogja azt lehetővé tenni a számomra, hogy azonos módon, mint ahogyan a random elérésű, ugye merevlemezes vagy SSD-s tárolóimat, vagy éppen storage class memory adattárolóimat el tudom érni, ugyanúgy tudom kezelni a szalagokat is. Tehát itt mondjuk ez archiválási célokra manuálisan kihelyezve, tehát egy egyszerű move művelet segítségével tudom ezeket az adatkapacitásokat elérni. Viszont, ahogy beszéltünk róla, nem fogyaszt áramot. Tehát az a média, amely különösen nincs benne a drive-ban, az gyakorlatilag 0 watt áramfelvétellel, vagy teljesítményfelvétellel rendelkezik, tehát innentől kezdve ennél energiahatékonyabb tárolás nem kivitelezhető. Jó, nyilván ugye a helységet fűteni kell, de ez adottság. De ez, hogyha valaki neves gyártótól vásárol, ugye említettük, hogy ez egy nyílt szabvány, ilyen tape library-t, akkor ez a technológia, amit most itt látunk ezen a képen, ez ingyenesen elérhető. Viszont
Mi lenne, hogyha az intelligenciát, az automatizmust, azt nem mi magunk manuálisan végeznénk, hanem maga az operációs rendszer, vagy az az alatt működő automatizmusok, processzek gondoskodnának arról, hogy az általam nem használt adatokat, hiszen lehet, hogy aki azokat az adatokat elhelyezte ezeken a gyors elérésű meghajtókon, az mondjuk már nincs is a cégnél, tehát ő nem tudja azt megmondani, hogy ja, ezt nyugodtan le lehet 5 évre archiválni, utána lehet törölni is. Elérhető az a technológia, aminek segítségével az általam tetszőlegesen megválasztott policy-kon keresztül maga a tároló képes arra, vagy a tárolót működtető alkalmazások gyakorlatilag ezt a fajta adat elhelyezés, data placementet, ezt automatikusan tudják biztosítani, és számomra, ez már az NTFS nem tudom, hanyadik változatában, 4-esben már biztos benne volt, gyakorlatilag ilyen úgynevezett az NTFS-ben ezeket úgy hívják, meg Unix, Linux esetében is stub file-oknak hívják, amikor is ez gyakorlatilag egy olyan szimbolikus link, amelyik kimutat egy adott alkalmazáson keresztül egy adott ugye azonosítóval egy tárterületre, és onnan transzparens módon képes az adatot visszahívni. Hát nyilván ugye a háttérben azért elindul egy szalagos robotművelet, amelyik beteszi az adott médiát a drive-ba, majd utána oda csévél, ahol az adatom van. Ennek van azért a háttérben egy időigénye, ez akár mondjuk elérheti a perces kategóriát is, de abban az esetben, és ez tulajdonképpen olyan felhasználásra kiválóan alkalmas, és alkalmazzák Magyarországon is, hadd tegyem hozzá, több helyen. Tehát például, ha valaki bekapcsolja a televíziót, akkor egy ilyen működést alkalmazó demonstrációt lát éppen, hiszen nem kell messzire menni, ugye például a Kunigunda utcában a Magyar Televízió is egy ilyen típusú ugye playout rendszer alá, egy ilyen típusú rendszert használ már bőven 5 éve, de szerintem lehet, hogy már van egy évtizede is, ahol gyakorlatilag a playout rendszer az automatikusan kapja egy ilyen, ez APIN keresztül is vezérelhető, de természetesen, ahogy említettem, operációs rendszeren keresztül is transzparens, tehát hogyha én ráklikkelek egy adott, vagy behívok egy adott állományt, vagy állományhalmaz, tehát lehet ez egy konténer is, amit egyszerre akarok kirakni a cold data tartományba, akkor gyakorlatilag ezek teljesen transzparens módon visszahívásra kerülnek. Nyilván, hogyha én egy ilyen tieringet, hiszen ez ugye egy tiering tulajdonképpen, amit itt egy szofisztikált megoldás valósít meg, tehát nem egy tároló, hanem azért látjuk, hogy itt ugye a szalagos tárolóra való mozgatás az ugye nem a storage vezérelten történik. Itt van egy cluster a háttérben, ezt jelenti, vagy ezt jelképezi ez a 3 darab szerve, amely kiválasztja migrációra az általam megadott policy-k szerint ezeket az állományokat, elvégzi a migrálást, sőt, majd látni fogjuk, hogy ennél azért még többet is végre tud hajtani. Tehát például ilyen premigrált állapotban, független attól, hogy az már kint van egyébként szalagos médián, de azt szeretnénk, hogy biztos, ami biztos, azért legyen még mondjuk egy hétig, vagy mondjuk 30 napig diszken is eltárolva az adott állomány. Ugyanez visszafele is igaz. Ha szükségem van egy adott médiára, és mondjuk teszem azt, már megtörtént annak a lejátszása, még egy ideig tarthatja diszken, függetlenül attól, hogy tudja, hogy az elsődleges példány egyébként továbbra is szalagon van, vagy már kihelyezésre került a szalagra. Használják ezt archiválásra, tehát például SAP rendszerek alá, például, amikor is mondjuk számlaképeket archiválnak ilyen megoldás segítségével, és szeretnénk azt, hogy a nagyon-nagyon régen, tehát 5 évnél régebbi számlaképeket, vagy X időnél régebbi dokumentumokat, például nagyon érdekes ilyen PDF médiákat is, PDF állományokat is szoktak szalagos médiára kitenni.
de azért azt szeretnék, hogy a nagyja az elérhető legyen gyors elérésű, relatíve gyors elérésű, tehát random access tároló, vagy létezik extrém példa arra nézve, amikor gyakorlatilag magát a diszket, azt tulajdonképpen csak egyfajta cache-ként használom, például az előbb említett ugye médiás esetben, amennyiben megkapja az adott, most vonatkoztassunk el, média szolgáltató a kész, elkészült filmet vagy hanganyagot, akkor ez gyakorlatilag amilyen hamar csak lehet szeretni kitenni szalagra, és majd amikor eljön annak az ideje, hogy ezt egyszer adásba teszik, akkor kerül vissza migrálásra, ilyen pre-migrated státuszban a lemezre. És nyilván, ha már szalagról beszélünk, és ugye itt azt is megemlítettem röviden, hogy akár a szalagon tárolható 2-3 példányt is ugye originálisnak tekintem abból a szempontból, hogy nem kezelem például a verzióit, nem akarok belőle olyan jellegű megőrzéseket produkálni, tehát hosszú időre több verziós megőrzést produkálni, mint amit a backup esetében. Ezek összeköthetőek a háttérben, tehát amikor ez a migráció megtörténik, akkor utasíthatom, ilyen jellegű projektünk is volt egyébként, tudom arra utasítani a háttérben álló mentési megoldást, hogy szinkronban ezzel a művelettel végezze egyébként a másolati példányát is, amelyik lehet, hogy egy külső szájton, vagy éppen off-site tárolásban, ugye ez szintén nem elképzelhető abban az esetben, hogyha az archív példányomat ugye nem tudom kivenni magából a szalagos szalagkönyvtárból, hiszen hogyha éppen akkor indítanak arra az adott médiára egy visszahívási kérés, elnézést, egy visszahívási kérést, ugye akkor ezt nem tudja teljesíteni, tehát hibaüzenetet fog dobni. Ezzel szemben ugye a mentett példányt viszont akár offsite tárolásba is el tudom vinni. Na az már, ha valami, egészen biztosan ransomware védett lesz. És hát itt nem... Ugye, ahogy beszéltünk volna, nem kellettől nagyon megijedni, mutattam az NTFS-es példát is, természetesen ugye ez nagy volumenben, nyilván nem NTFS-en, hanem mondjuk egy ilyen nagy, ugye, hogy is hívják ezeket a file rendszereket, amelyik nagy mennyiségű adattárolást valósít meg. Gyakorlatilag ugye itt is megvannak azok a kezelő felületek, amiken keresztül az adataimnak, itt látszik például egy ilyen heat diagram, amiben látszik az, hogy kis számosságú, ám bár nagyon nagy méretű fájlokra szoktak például visszahívási, itt ez a példa demonstrálja ezt, szoktak visszahívási műveleteket indítani a felhasználók. És ezeken keresztül gyakorlatilag tetszőleges mérefúrásokat valósítatunk meg, tehát ezek eléggé emberbarát környezetek, és eléggé emberbarát maga a technológia, úgyhogy nem kell megijedni a szalagos tárolástól, és hát látjuk azt, hogy gyakorlatilag 21. századi, sőt, tehát a 2020-as évekbeli technológiákkal, nem ősrégi technológiákkal operálva, tudunk nagyon energiahatékony, és bekerülés szempontjából is nagyon költséghatékony megoldásokat produkálni szalagos megoldásokkal. Természetesen, és ezért is gondolkodnak a Tiborék abban, ők, mint ugye szolgáltató cég, természetesen ugye minél nagyobb volumenben, és ezt a Tibor is említette, minél nagyobb volumenben valósítjuk ezt meg, minél nagyobb a lépték, annál költséghatékonyabb tud lenni egy ilyen megoldás. Tehát érdemes, ha nagyon kicsi ilyen mikrovállalkozások esetében én nem feltétlenül erőltetném a saját tép megvásárlását, hanem sokkal inkább úgy említettük, hogy felhős szolgáltató, vagy pedig egy olyan szolgáltató, amelyik ugye itt van Magyarországon, és elérhető közelségben van hozzánk, az ő szalagos megoldásaikkal, általuk biztosított szolgáltatáson keresztül érjék el, és jussanak hozzá ezekhez a technológiákhoz. Szerintem ez volt az én utolsó szlájdom, így van, és akkor viszont most rátekintenék én is a chat ablakra, ha megtalálom. Lehet, hogy ahhoz meg kell, először a... nem. Jó.
Itt alul van a chat, de úgy látom, hogy nem kibontottam. Nem jött kérdés. Köszönöm szépen az előadásodat, és szerintem időben alapvetően voltam. Igen, benne voltál a 18 órába. Ami elhangzott egy előzetes kérdés, át is küldtem, nem volt a résztvevő, nem tudott a kérdés feltevő itt lenni, hogy föltették azt a kérdést, hogy ugye az energiahatékonyság sok olyan tároló eszköz van, akár NAS eszköz, ami ugye hibernált adattárolás, illetve diszkeknél is megjelentek, ugye a hot-swap diszkek nem túl alkalmasak arra, hogy ki meg berakjuk, de több olyan NAS és egyéb technológia van, ahol kivehető diszkeket is most már alkalmaznak. Tehát tulajdonképpen a szalaghoz képest mennyi előnye jelent, milyen energia és egyéb hatékonyság előnyt jelent az ilyen diszkes megoldásokkal szemben. Erre egyébként részben én válaszoltam, hogy... Mondani, hogy elloptad előlem a sót. Igen, ezt, erre válaszoltam, mert ugye ezt a kérdést előre elküldték, és ugye betettem egy oldalt, ahol mutattam a költséghatékonyságot, de minden esetre ezt a kérdést, ezt ugye neked is szegezem, illetve nagyon kifejtetted, ezt én tenném hozzá, nagyon kifejtetted a jövőjét, de tulajdonképpen aki be akar ruházni, annak nagyon jó, hogy látszik, hogy ennek a technológiának, tehát a szalagos technológiának hosszú jövő áll előtte, és nem kell lemondani, aki most szalagos technológiá vált 10 év múlva, hogy már nem lesz megfelelő szalagos technika, és nem tud új szalagokra áttérni a szalagokról, de a jelenbe azért nézzünk bele, hogy ha most akarunk ugye költséget megtakarítani, akkor tulajdonképpen mikor, hol érdemes választani ilyeneket. Tehát egy-két gyakorlati példát még esetleg említhetnél az életbe. Egyet említettél ugye a televíziót, tehát erre még megkérlek, hogy egy-két ilyen gyakorlati példát említsél. Jó. Nagyon kézzelfogható saját tapasztalatom van arra nézve, hogy hogyan lehet eltávolítható diszkekkel, ugye hordozható diszkekkel adatot veszíteni. Én gyakran felejtem benne a kesztyűtartóban az előbb említett diszkeket, ugyanis egy példányt őrzök a lakásban, egyet pedig benne a munkahelyemen, és ugye a munkahelyemről hozom, viszem a drive-ot, amikor ugye havonta csinálok róla, egyrészt ugye bekapott az otthoni gépemről, illetve ugye kimigrálom ezeket a családi fotókat az otthoni számítógépről. És hát elő szokott fordulni, és tipikusan a kánikulás időszakban szoktam benne hagyni a kesztyűtartóban a külső diszket, másik pedig fél éve nem csináltam ilyet, akkor kellett egy új diszket vennem. De most legutóbb, mikor fagyott, jutott eszembe, hogy lehet, hogy benne van az autóban mégiscsak, és benne volt, igen. Hála Istennek, most ezek túlélték. Én azért diszket kivenni storage-ból, hát lehet próbálkozni, igen. Tehát a gyakorlati példánál maradva, szintén médiás entitás, nem merném őket vállalkozásnak mondani, akik beismerték, hogy az általuk kezelt média archívumnak, hogyha egy áramszünet esetén leállnának a diszkek, ez már annyira régi volt az a storage, és nem volt róla semmilyen másodpéldány, meg másolat, akkor valószínűleg úgy satsz, tehát úgy érzésre, úgy a diszketnek a 30%-a nem tudna újból felpörögni. Na most, hogyha ezt hozzávesszük azzal, hogy még ezeket a diszkeket ki is vesszük onnan, azért én erre nem merném a nyakamat tenni. De mondjuk a szalagos adathordozókat úgy találták ki, hogy azok kibírják ezt is. Meg kibírjanak nagyon sok minden mást is, de ebben már tényleg nem mennék bele. Szóval ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy ugye azért pont a szépségét veszíti el a diszk azáltal, hogyha ezeket leállítgatjuk, hiszen innentől kezdve, ugye amiről beszéltünk, hogy random access, szekvenciális access, innentől kezdve nem lesz random access a diszkem, hiszen nem fogom tudni elérni, tehát legalábbis olyan értelmezhető sebességgel, ami egy
alkalmazás, vagy akár csak egy mezei végfelhasználó számára elfogadható lenne. Nem tudom ezeknek a gyakorlati felhasználását, csak a kéteimet próbálom megoldani, vagy megosztani veletek, bocsánat. Igen, hát tulajdonképpen itt a méretekről van szó. Én mondtam, hogy én részben én is azok közé tartoztam, akik a szalagot azt temetni próbálták, tehát itt a Microsoft vonalra, vagonra én is felszálltam hosszú időre, és temettem a szalagokat, még egy-két évvel ezelőtt is erősen érveltem a szalagok ellen. Ennek megvolt az oka, tehát kisvállalati, mikrovállalati, meg sok vállalati, tehát nagyobb vállalati környezetben is azt tapasztaltam, hogy a szalagot nem tudták visszaállítani azért, mert mondjuk volt egy LTO 2-es szalaguk, amit vissza kellett volna állítani, de már LTO 5-nél tartotta a cég, és nem másolta át. Tehát tulajdonképpen ilyen gyakorlati hibákat találtam, és vagy meghibásodott a szalagos egység, és ugye tépláról meghibásodott, és nem tudott egy nagyvállalat is mit kezdeni. Na most alapvetően azért abban változik a helyzet, hogy én amúgy is szolgáltatót képviselek, és mint szolgáltató azt mondom, hogy a mikro, kis és nagyobb vállalatoknak is lehet szolgáltatás. Mi is, mások is tudunk nyújtani szolgáltatást, ahol ezek a problémák, tehát a költséghatékonyságot megoldjuk a szalaggal, viszont a szolgáltatás ugye garantált szintjét, azt meg biztosítjuk az ügyfél felé szolgáltatóként, és nem szembesül az ügyfél azzal a problémával, hogy neki nincs éppen a szalagos egysége, elromlik, nem tudja visszamenteni. Tehát a szalagos egységet, vagy adott esetben, hogyha vállalathoz, tehát mondjuk Magyarországon vissza kell állítani a szalagot, akkor a szalagos egységhez egy kisebb szalagos egységgel megyünk ki, vagy átmásoljuk előtte diszkre, és úgy visszük, úgy adjuk át az adatot, hogy ő tudjon mit kezelni. Tehát a szolgáltatók igazából elvihetik a diszkes technológiát úgy a kisvállalatok kezébe, hogy azt észre se veszik, legfeljebb tudják róla, hogy bizonyos dolgokat, mondjuk bizonyos védelmi funkciót, tehát ezt a érgep védelmet, tehát hogy tudjuk a szalagos egységgel biztosítani, illetve hát mondom, költséghatékonyság, energiahatékonyságot visszahozza, és igazából most az energiahatékonyság, ez igazából engem tavaly nyáron, mikor elkezdtek drasztikusan emelkedni a nyár elején az áramárak, egy pár hónap késéssel, de ősszel én már bekértem ajánlatokat, hogy most mibe kerül, mibe kerülnek a mai korszerűbb tape library-k a mi vállalatunk számára megengedhető mértékben, és tavaly ősszel azt láttam, hogy tulajdonképpen a technológia kicsit jobban hozza, tehát ár teljesítményben jobban hozza, mint az én elképzeléseim korábbi ismeretem voltak. Úgyhogy ez most az energiatakarékossági törekvésekkel együtt összevetve, hogy gondolkodtam, hogy offline szerver leáll, amire mentünk, szervereket állítunk be. Tehát tulajdonképpen azok a konstrukciók, amiket így kinkeservesen gondoltam helyettesítő megoldásokat, és a rendszergazdáim nem tetszését is kiváltotta ez, hogy hát ezek a megoldások milyen fárasztók és fájdalmasak lesznek. Végül is abban a döntésben, hogy a szalagot, egy új szalagos projektet, tehát mi is visszatérünk a szalagra, sosem dobtuk el teljesen a szalagot, de gyakorlatilag a szalagos technológiáknak most én úgy gondolom, hogy nálunk a reneszánsza lesz, és sokaknak tudom ajánlani, hogy fontolja újra a szalagot. Tehát érdemes újra gondolni. Bocsánat, itt elnézést a reklámért. Azt tapasztalom ennek a képen látható cégnek a képviselőjeként, hogy nagyon is élénk az érdeklődés a szalagos egységek iránt, és nem utolsó sorban azért, amit a Tibor is mondott, hogy egy nem is annyira belépő szintű, tehát nem egy autolóderről beszélünk, ami azért egy technológiai zsákutca, legalábbis azoknak az értelmezésében, akikkel én szoktam beszélgetni, hanem mondjuk már egy valódi szalagrobotról beszélgetve, nem egy ilyen teljes reknyi kiépítésben, hanem mondjuk egy 3 unitos megvalósítástól induló, és azt természetesen bővíthető
kiszerelésben, gyakorlatilag peanuts. Tehát meglepően olcsó. És összemérhető magának a benne lévő szalag mennyiségnek az árával egy tape library. Tehát nem igazán, nem ez lesz az, amelyik meghatározó sarokpontja lesz a jövő éves büdzsének. Egy ilyen beruházás, cserébe viszont tényleg azt lehet mondani, egy unlimited adatmennyiséget bele lehet egy ilyenbe tolni. De igazából... Mennyibe kerül akkor egy ilyen 3 millikos, amiről most eltettél néhány szót? Nagyságrendileg. Nagyságrendileg ez... Tibor, mond, inkább te mondd, hogy nektek jó, milyen... Jó, tehát milyen alapvetően... Azt azért nem akarom mondani, de 10 000 dollár alatt van egy olyan 3 unitos robotos egység, egyetlen egy ilyen robot drive-val, ugye ez még a redundanciát, tehát hogy milyen szolgáltatónál lennél nagyobb redundanciára van szükség, de ugye javítható, tehát ezért ez a robot drive, tehát 10 000 dollár alatt van, jóval 10 000 dollár alatt van, és ez 40 darab LTO-8 vagy 9-es szalagot kezel. A szalagosokról már mondtam, hogy 30 000 forint alatt van egy LTO-8-as szalag, de hát menjetek az LTO-8-at, beírjátok, és a Google adja LTO-8 és ára, ugye adja a forintos árakat, és LTO-9-re ugye egy ilyen 60 000 forint alatti árat hamar találtok a neten, tehát tényleg lehet... Könnyen ki lehet számolni, meg hát természetesen, aki érdeklődjön, az néhány gyártótól kérjen be ajánlatot, és akkor már is lesz. De szóval tényleg hasonló dolgot, hogyha diszkből összerakunk, meglehetősen drága lesz, és hogyha az üzemeltetést nézzük, például éppen nemrég a héten többet foglalkoztam GPU szerverek hoztolásának kérdésével. Például a GPU szerverek teljesen más téma, de ott kiderült, ugye, hogy hát egy horribilis drága, mi is eladtunk tavaly egy 30 milliós GPU szervert, és hát akkor úgy gondolja a vevő, hogy ugye ez egy évtizedig fog menni, és az energiaárral különösebben nem számolt, persze sok áramot fogyaszt. Viszont ha most beleszámoljuk, most már tudjuk, hogy 2,5 év alatt több áramot, költséget a mai áramdíjakon fog elfogyasztani ez a szerver, mint amennyibe került. Na most a LTO szalag is a teljes élettartama, és ne 3 évbe gondolkodjunk, mert azért a magyar valóságban is, most már nyugaton is nem cserélgetjük le 3 évente az eszközöket, tehát egy 5-8 év, sőt 10 éves kimenetbe, itt már az áram költséggel összevetve a teljes élettartamú költsége olcsóbb lehet. Tehát ez egy bizonyos méretbe érdemes, kisebb méretbe viszont a szolgáltatónál kell elgondolkodni, hogy akiknek nagy mennyiség adata van, tehát hogyha van 100 mega adatom, vagy néhány giga adatom, akkor ugye teljesen más a helyzet, de hogyha nekem 10 vagy 100 ter adataim vannak, akkor a szolgáltatónál érdemes elgondolkodni, hogyha már tényleg 100 meg 1000 ter adatom van, akkor a saját tárolás is elgondolkodtató. Egyébként tehát én szerintem ez elérhető, ezek az árak most már. $10 000 kategóriába már a teljes redundanciát is meg tudjuk valósítani, mind drive, mind ugye áram, tehát hogy nevezik ezt? Na, tehát betáp szinten is. Igen, gyakorlatilag én a $10 000 úgy mondtam, hogy abba, ha nem redundáns, akkor a szalagokat is bele tudjuk préselni a $10 000-ba, hogy szalagaink is megvannak hozzá, vagy redundáns, de akkor még a szalagokat ugye meg kell vásárolni. De hát a szalag az úgyis mindig az adott mennyiséggel függ össze, hogy mennyi adat, milyen tárolás van, hogy archiválás van. Tehát nyilván ennek több lehet a költsége, de igazából könnyen utána számolhatunk, és a áramköltségeket is jól tudjuk számolni. Tehát a gyártói adatokat megnézzük, hogy a szalagos drive-oknak mekkora a maximális fogyasztása, és annál kevesebbet fogyaszt, hisz az akkor fogyaszt, amikor a robot éppen mozog, vagy amikor éppen olvas. Ugye a szerver storage-ok azok éjjel-nappal fogyasztanak, mert nem igazán szeretjük azt, hogyha hibernálnak azok a diszkjeink, amiket éppen használni szeretnénk. A szalagoknál viszont tulajdonképpen pont erről van szó, hogy azok addig ne fogyasszanak.
Rendben, köszönöm. Ha nincs több kérdés, akkor én megköszönöm a figyelmet, és a felvételt Pali le is állíthatott, mert itt a beszélgetés.